A MOL alapítvány, amely 2006 óta csaknem félmilliárd forinttal támogatta a fiatal sportolók fejlődését, idén újabb 100 tehetség pályáját segíti. Az alapítvány kuratóriuma összesen 32 millió forintot osz szét fiatalok között, amit sportoláshoz köthető költségekre, felszerelésre, utazásra fordíthatnak. Az eredményhirdetésen az elismerő okleveleket Hosszú Katinka, a MOL Csapat világsztárja adta át a fiatal sportolóknak, akiknek Katinka és online szakemberek tartottak előadást a közösségi média használatára. Ki az, aki követ engem? Ki az, aki nem? Ugye egy közösségi médiai oldalon, egy online oldalon nagyon könnyű belecsúszni olyan posztokba, ami lehet, hogy először viccesnek tűnik, vagy nem egy komoly dolog, viszont lehet, hogy valakinek nagyon sértő, lehet, hogy később visszaüt ez a poszt. Én mindig azt mondom, vagy én mindig úgy gondolkozom, mielőtt kiteszek egy posztot, hogy tudom, hogy anyukám is el fogja ezt olvasni. És hogyha anyukám büszke arra, hogy ezt én kitettem, és neki is tetszeni fog, akkor igazából bárki láthatja. Ezzel nagyon sokan meglepődnek. A közösségi oldalon azokat én kezelem, és pont azt gondolom, hogy ez az egyik legfőbb titka vagy előnye az én oldalamnak, hogy nagyon személyes. Tehát azokat a posztokat, azokat én írom. Amikor megnyertem az első olimpiai aranyamat, azt hiszem arra kaptam a legtöbb lájkot. Most így fejből, én úgy emlékszem, hogy olyan 250-300 000 lájkot kaptam arra a képre. Tehát csak olimpiát kell nyerni, és jönnek a lájkok. Ennyi az egész?